Hello, én Baska vagyok, és ma egy olyan témáról lesz szó, amit, hogyha nagyvárosban élsz, akkor nem nagyon tudsz megkerülni, de ha szerencséd van, akkor majd ők megkerülnek. A rollerekről, ezen belül is az elektromos rollerekről lesz szó, amelyeket rengeteg tévhit és rengeteg előítélet leng körbe, és az elmúlt hónapokban egyre többet hallani arról, hogy nagyon komolyan szabályozni kellene a használatukat, miközben mára már az egyik legélhetőbb és egyben legszórakoztatóbb városi mobilitási eszköz. Hiába zölden számos az autóm, hiába mentesültem volna legalább a parkolási költségek alól, az eljutás annyi időbe és annyi ősz hajszálba került volna A pontból B pontba, hogy egyre gyakrabban találtam magamat egy Lime-nak a nyergében, de minél többet használtam, annál több korláttal találkoztam. Az egy dolog, hogy többször is belefutottam olyan egyébként belvárosi desztinációba, mint például a Városliget, ahol nem zárhattam le a bérlést, de hogyha leborítasz balra a Balcsi-Zsilinszkiről az Alkotmány utcába, akkor egy idő után egyszerűen leáll alattad a Lime, mert az egy GPS alapú no-go zóna. Viszont amikor ment, akkor minden pillanatát imádtam, pedig az agyamat kirázta a Lime, úgyhogy megszületett a döntés, hogy kell egy saját roller. Elkezdtem böngészni a kínálatot, hogy találjak egy olyan modellt, ami nem csak elbír, de marad is benne elég szufla ahhoz, hogy néhány kilométerre elgurítson, és nem kell súlyemelővet vennem a póló alá, hogy felvigyem egy lépcsőn. Meg is találtam, hogy szerintem mi lett volna nekem jó, de aztán szerencsére egy tematikus Facebook csoportban feltettem a kérdést az autóban töltés rejtelmeiről, és lecsapott rám az én mazsi barátom, akivel nagyjából 20 éve ismerjük egymást kosárlabda tematikában, és kiderült, hogy most éppen elektromos rollerekben utazik, de majd erről nem sokára beszélünk. Szóval kifaggatott, hogy mire használnál, milyen keret áll rendelkezésre, és így kötöttem ki végül az E-tvónál, ahol egyrészt elképesztő a kiszolgálás, másrészt kiderült, hogy a szimpátia kölcsönös a srácokkal, úgyhogy a kiválasztott modellt megkaphattam használatra. Ez egy Booster V modell, amely nemrég ünnepelt az 500 km-es szülinapját, nem mostam le, ez így néz ki, úgyhogy itt az ideje, hogy összefoglaljam, amit szerintem a városi rollerezésről tudni érdemes, de majd szóba fog kerülni a jövő is. Magáról a modellről nem szeretnék túl hosszan ömlengeni. Az E-tvó mérnökei nagyon magabiztosan hozták meg a döntéseiket, és csak nem kivétel nélkül egyet is lehet érteni az összessel. A váz pihekönnyű, nem nagyon találsz olyan rollert, ami elmegy papíron 40 km-t, 25 km/h sebességgel 12 kg súly alatt, és mellé bírja a strapát, amit a pesti utak és egy jelentősen túlsúlyos sofőr jelent. A hátsó sárvédőt néhány nap alatt sikerült leamortizálnom, de a srácok néhány csavarral rögzítették, és azóta fixon fertig. Persze a Booster V sem tökéletes, a következő valószínűleg egy olyan modell lesz, ami nem elektromos, a fék vagy nagyon lefogyok, mert hiába segítek rá lábbal, azért volt már izgulás egyszer-kétszer, hogy meg tudok-e állni egy hirtelen közlekedési helyzetben. Egyébként eddig itt is teljesen jók a tapasztalataim, összesen egyszer estem és egy necces szituációm volt. Az esésért egyébként egy repedés felelt, a keresztben érkező lövészárkokat nagyon jól kezeli a Booster V, áthajtasz rajta és a lengéscsillapítás miatt meg sem érzed, viszont a hosszanti, a haladás irányával párhuzamos repedésekben, kátyukban meg tud ragadni a kerék, és ha nincs elég lendület, hogy kirásd belőle, akkor bizony dőlés lesz a vége. A necces szitu egy autóval, történetesen egy taxival történt, de igazából én voltam túlságosan vakmerő, el akartam mellette a jobb oldalánál gurulni, hogy odaérjek közvetlenül a piros lámpához. Neki viszont helyet kellett adni a balról, ezért majdnem rászorított a parkoló autókra. Az van, hogyha minden kis helyre be akarsz férni a rollerrel, állandóan okoskodsz, helyezkedsz, akkor tudomásul kell venned, hogy kicsi vagy, nem látszol, nincs hangod, és nem számítanak rád. A láthatóságod és a biztonság érzeten egy sisak segíthet. Én ezt a visszafogott szint választottam, mert itt tényleg a láthatóság a cél, de itt is van fejlődési lehetőség. Mazsi például a Kickstarteren vett egy olyan csodát, amiben beépített első és hátsó lámpa van, és irányjelző is. Ha már a biztonság, én az eddig megtett 500 km oroszlán részét kerékpárúton tettem meg, ebben egy alkalmazás segít. Először a Bike Citizen-t próbáltam, teszteltem, aztán végül a
Naviki nevűnél kötöttem ki, ami kb. Egy ilyen biciklis véz, igyekszik a kerékpárúton tartani, és a fülembe mondja, hogy hol, merre kell éppen kanyarodni. A félreértések elkerülése véget egyébként zenét, meg podcastet, nem hallgatok rollerezés közben, de a hívásokat felveszem. És ezzel át is tekerek az egész rollerezés élmény részére. Hatalmas feeling a szágúdozás, én egyfajta ilyen me time-ként tekintek rá, kikapcsol és közben még haladok is. Azóta nem kések el sehonnan, és a Baska feliratos taposó, kiváló beszélgetés indító. Ilyet egyébként ti is rendelhettek az E2 rolleretekre, nagyjából egy 10-esért. A 25 km/h határ, amit én ilyen egyfajta lélektani határnak is tekintek, egyébként egy extra réteget jelent öltözködésben. A kánikulában tökéletes egy póló, ősszel hamarabb el kell egy kardigán, aztán pedig elég hamar valami szélzáró réteg, mert ahogy az ősi Dakota közmondás is mondja, igazából a szél a tél. Azt gondolom, hogy kávé egész évben fogok rollerezni, belekalkulálva, hogy a hideg nem feltétlenül tesz jót egyébként a hatótávnak. A vizet pont ez a modell egészen jól bírja, azt szokták mondani az E2-s srácok, hogy amíg neked komfortos kint lenni az esőben, addig neki is, de nagyon ésszel kell menni, és még több ésszel kanyarodni, mert nagyon könnyen meg lehet csúszni. Emiatt az őszi időszakban a lehullott falevelekre is kifejezetten érdemes odafigyelni. Ahogy a videó elején mondtam, a rollerekkel, vagy még inkább a rollerezőkkel szemben sok az előítélet, és ezek egy része sajnos jogos. A roller nem járdára való, és engem is idegesít, amikor szanaszét vannak hagyva. De ez nem a rollerek hibája, elég sok carsharinges Facebook csoportban benne vagyok, és tele van parasztokkal, akik belecigiznek, meg koszt hagynak maguk után, meg mozgáskorlátozott helyre parkolnak, és még sorolhatnám. Egy rollerrel meg még könnyebb seggfejnek lenni. De okosan használva egy csodálatos eszköz, ami a mindennapok hasznos segítőtársa lesz, hogy a nagyvárosokat először megfojtják az autók, aztán meg majd kiszorulnak a belső kerületekből teljesen. Kellenek szabályok, és a magam részéről azokat a gépállatokat sem túlságosan nézem jó szemmel, amiket sokszor 1000 wattos teljesítménnyel, meg két motorral, meg félelmetes végsebességgel hirdetnek. Az előbb mondtam, hogy nálam 25 km/h a lélektani határ, ezt az E2-s srácok is elmagyarázták, hogy ezt még lábon kvázi kihordott. Hogyha jön egy váratlan szitu, egy villámfékezés után még le tudsz ugrani a rollerről, és hogyha végén el is nyalsz, maximum meghorzsolod magad, elszakad a ruhád, de nagyjából ennyi. Egy 50-60 km/h sebességű lélekvesztőn ez lehetetlen. Úgyhogy én arra számítok, hogy a szabályozások életbe lépése után a rollerek elterjedése majd folytatódik, és még akár a céges flottákban is megjelennek, hogyha mazsin múlik, akkor biztosan. Én több mint 3 éve járok elektromos rollerrel. Elegem volt abból, hogy 8 km-es után 40 percet ülök autóban, aztán még egy másik 30 percet próbálok parkolóhelyet keresni. Írd és mondd az első rolleremmel, úgy, hogy ezt számoltam, vezettem, követtem, napi másfél órát spórolok úgy az életemben. Egy hét alatt összejön körülbelül egy munkanapi idő, szerintem ez nagyon sok mindenkinek számít. 5 olyan barátom van, aki a fizetett céges autója mellé saját pénzből vett elektromos rollert, mert látta azt, hogy nekem mennyit segít. Innen jött az alapötlet, hogy ezt a céges közlekedési kultúrába is be lehetne vinni. Egy picit most visszaveti az, hogy nincsen még szabályozás, és nagyon sok munkáltató nem ad olyan eszközt a munkavállaló kezébe, ami nincsen szabályozva. Ezzel együtt én már azt látom, hogy kezdenek kikacsingatni, és látják azt, hogy amikor egy értékesítő elmegy 2 órával korábban, mert hogy oda kell érni parkolóhely, stb. A főnök azt fogja mondani, hogy figyelj, nem kell 2 órával korábban elindulni, bőven elég a fél óra, ott a roller az autódnak a csomagtartójában, menjél el valamelyik nagyobb parkolóházig, tedd le az autódat, vedd ki a csomagtartóból, és 5 perc alatt kvázi, akár last mile eszközként, akár az utolsó 8-10 kilométerre tökéletesen meg fogod tudni oldani. Én azt gondolom, hogy ezek az eszközök bele fognak kerülni a klasszikus közlekedési eszköz kategóriába, és ezt nem csak magánszemélyek, cégek ugyanúgy használják. Ergo ennek az analógiáján, ahogy a céges flottakezelők autókra is kínálnak megoldásokat, mi ezt elindítottuk elektromos rollerekre is. Az érdeklődés hatalmas, azt látom, hogy ügyvezetői, tulajdonosi szinten nagyon sokan nyitottak az ilyen innovatív új megoldásokra. Ha jön a szabályozás, akkor azt gondolom, hogy itt iszonyatos nagy boom lesz az elektromobilitásban, és egy olyan mikromobilitási eszköz, ami
elektromobilitás is, mikromobilitás is, kvázi a belvárosi közlekedésre az egyetlen jól kombinálható, nagyon komplex eszköz az elektromos roller. Ha belevágnátok, akkor első körben béreljetek ki egy Lime, egy Bird vagy egy Tier modellt, hogy bejönne a feeling, aztán körbe lehet nézni a piacon. Senkit nem akarok rábeszélni konkrétan az Evo modelljeire, ami persze nem igaz, mert szívesen mindenkit rábeszélnék, de tisztában vagyok azzal, hogy az árképzése a piacon meghatározó Xiaomi modellekhez képest merész, de a súly, hatótávolság, sebesség, szent háromságban mutatott teljesítménye, illetve a lengés csillapítás miatt nem is gondolom, hogy ugyanarról a kategóriáról beszélünk. Janklovics Péter, Magyarósi Csaba és Baska nem tévedhet egyszerre, de egyébként elég belépni egy tematikus csoportba, és ott viszonylag hamar ki fog rajzolódni a kb. Naponta érkező milyen rollert vegyek posztokra érkező kommentekből, hogy az Evo-nak a modelljei nagyon rendben vannak. Ha a Boráros tér közelében jártok, nyugodtan ugorjatok be hozzájuk, próbáljátok ki a modelleket, nyugodtan álljatok bele akár egy használt modellbekezdésnek, és bátran hivatkozzatok rám. Mindenkinek jó rollerezést kívánok, én Baska voltam, sziasztok!